Szevasztok, én Ádám vagyok, és a mai Aldé videóban körbejárjuk, mi mennyibe kerül egy Forma 1-es autón. Vágjunk is bele! Korábban a Forma 1-ben egy-egy annyit költött, amennyit nem szégyelt. Az egyes -egy szezonra szánt elköltött dollár tengernek csak a képzelet, a szponzorok és egyéb befektetők pénze szabott határt. Becslések alapján 2018-ban a Ferrari és a Mercedes is 400 millió dollár feletti éves keretből gazdálkodott, ami még úgysem apró pénz, ha figyelembe vesszük, hogy közel ezer főt foglalkoztattak. Mindeközben a ház vagy a Racing Point a 150 millió dolláros éves keretet sem érték el. Ez a féktelen költés változott meg 2021-től, ugyanis a Forma 1-ben bevezetésre került egy költségsapka, ami 145 millió dollárban limitálta a csapatok éves kiadásait, és ez az elkövetkező években tovább zsugorodik, ugyanis 2023-tól már csak 135 milliójuk marad majd, meg egy pici azokra a tételekre, amik nem képezik a költségsapka részét. Értemszerűen ez a nagyobb csapatokat érinti kényelmetlenebbül, de azért nem kell félteni őket sem, sőt, ez a sapka még akár segítheti is hatékonyabbá tenni a folyamataikat, szervezetüket. De kanyarodjunk rá arra, hogy mekkora malacperseire lenne szükségünk, ha össze akarnánk rakni otthon egy Forma 1 autót. Természetesen annyira pontos adatokat nem találni sehol az autó komponenseiről, mintha ellátogatnánk a kedvenc utángyártott autóalkatrész webshopunkba, és ott szemezgetnénk a felnék közül, de az elmúlt években rengetegen vállalkoztak arra, hogy az innen-onnan begyűjtött infók alapján megbecsüljék az árakat. Ezek a becslések egészen közeli értékeket hoztak össze, Aminek két oka lehet. Vagy reális, amit kalkuláltak, vagy azonos forrásból dolgoztak, és mindenki jól át lett verve. Tegyük fel, hogy az előbbi a nyerő, és szaladjunk végig az izgalmasabb részeken. Itt fontos leszögezni, hogy a videóban elhangzó árak olyanok, mintha bemennénk a sarki elektronikai boltba, és vennénk egy telefont. Értemszerűen a teló tartalmazza a részben a fejlesztési költségeket is, de jóval többe kerülne a móka, ha nekiállnánk magunknak kifejleszteni egyet. Nem meglepő módon az autó legdrágább része az erőforrás. Az 1.6-os V6 hibrid erőforrások 6 fő a belső égésű motorból, a turbófeltöltőből, a mozgási energiát visszanyerő részegységből, a hőenergiát visszanyerő részegységből, az aksikból és a vezérlő elektronikából. Bár a szabályok 12 millió euróban határozzák meg a motorok árát, de a gyakorlatban ehhez még hozzácsapnak a motorgyártók egyéb alkatrészeket is, amik tovább növelhetik ezt az összeget, így nyugodtan 15 millió dollárra kerekíthetünk. Mai árfolyamon átváltva egyébként 12 euró, és fél dollárra jön neki. Az utolsó manuális váltóval szerelt autó a száguldó cirkuszban a Forti 95-ös autója volt, Manapság nem meglepő módon mindenki automata szekvenciális váltóval építi a versenygépét. Jelenleg ezek a váltók kb. 5 század másodperc alatt váltanak egyik fokozatról a másikra, és a mai videónk szempontjából a legnagyobb érdekességük, hogy akár más konstruktörtől is megvásárolhatóak. A ház például idén a 2020-as Ferrari váltót használja. Ehhez az alkatrészhez 350 ezer dollárért lehet hozzájutni darabonként. A kormánykerék sem olcsó manapság, de miért is lenne az? Egy komplex szerkezetről beszélünk, jellemzően 25-nél is több gombbal, csavaróval, tekerentyűvel, ledekkel és kijelzővel. Már csak egy 4G modem hiányzik belőle, hogy a versenyzők élőben nézhessék a futamot az F1 tv menet közben. Darabja 50 ezer dollárt ér, és valószínűleg a Williamsnél nem voltak túl boldogok, amikor 2010-ben Barrichello kidobta a kormányát Monakóban, és átment rajta egy HRT. Az autó legnagyobb részét teszi ki a kaszni és a monokok. Ez utóbbi egy 12 rétegű szénszálas doboz, ami arra szolgál, hogy ütközéseknél megvédje a pilóta testét. Szinte megsemmisíthetetlen, és ez az árán is látszik, ugyanis 700 ezer dollárt kóstál ez a pak így együtt. És ha már a megsemmisíthetetlen alkatrészeknél járunk, az üzemanyagtank is hasonlóan masszív alkatrész. Nem olyan tankra kell gondolni persze, mint a hétköznapi autókban van, ez egy poliuretán és kevlár alapanyagú zsák, ami közvetlenül a pilóta mögött található. Ezért 30 ezer dollárt kérnek a piacon. A kaszni két végén találhatók a szárnyak, amiknek elengedhetetlen szerepe van a leszorító erő képzésében. A hátsó szárny részét képezi a DRS, ami magyarul légellenállás csökkentő rendszer lenne, de szerencsére inkább a nyitható hátsó szárny kifejezés terjedt el a közvetítésekben. Az első szárnynak pedig része az orkúp, így megkönnyítve az elem esetleges cseréjét. A hátsó szárnyára 100 ezer dollár körül mozog, míg az előső elem végtelen sok apró szárnyeleme miatt picit értékesebb, egy 150 ezer dollárra taksálják. Szintén kiemelkedő szerepe van a leszorító erő generálásában a padló lemeznek és a bácsbordoknak. Az idei évben a padlólemezből a szabályalkotók még vágtak is egy nagyobb darabot, hogy lassítsák az autókat, de valószínűleg ez az árán nem látszik meg. 150 ezer dollárnyira kell a zsebünkbe nyúlni ezért a csomagért. A hélót, vagy magyarul Glóriát a Cranfield Impact Center fejlesztette, ez a gumikhoz hasonlóan egységes alkatrész minden autón, és a legfontosabb képessége az, hogy több mint 100 kg ra tesztelték a teherbírását, azaz 10 tonnányi becsapódástól is megvédi a sofőr fejét. A bevezetése óta több életet is megmentett, így a 17 ezer dolláros árcímke valószínűleg senkinek nem fáj a mezőnyben. A hidraulikus rendszerek, amik többek közt a kuplung működéséért, a váltásokért vagy a differenciálmi működéséért felelnek, 170 000 dollár tesznek ki az autó árából. A fékek, féktárcsák és a fékhűtés együttesen 80 ezer dollár környékén mozog. A fékhűtés korábban pont olyan alkatrész volt, amit a váltóhoz hasonlóan meg lehetett vásárolni beszállítóktól, de ez 2020-ban megváltozott. Erre a változásra építették a Racing Point elleni vádakat tavaly, amire végül az FIA azt mondta, hogy másoltak is, meg nem is, és egy eléggé megkérdőjelezhető pontlevonós büntetés szabtak királyuk. Egy pirádi kerékszet 3000 dollár, persze egy verseny hétvégére nem elég egy garnitúra, így ez a tétel 60 dollárra emeli a kosarunk tartalmát. Ahhoz, hogy az autót összeállítsuk, szükségünk lesz még egyéb apróságokra is, például kerékcsapágyakra, Féltengelyekre, felfüggesztéselemekre, csavarokra, rengeteg pávörtékre és hasonlók. Ezek együtt cirka 50 ezer dollárt tesznek ki. Összesen majdnem 17 millió dollárról beszélünk, ez mai járfolyamon több mint 5 milliárd forint. Bár alapvetően ez elég megfoghatatlan összeg, de hogy legyen egy kis összehasonlítási alapunk, egy f es autó árából több mint 130 darab M4-es BMW-t lehetne venni, de akár 100 darab Pled Model S is kijönne belőle. A másik irányból megfogva a dolgot, akár azt is mondhatnánk, hogy 20 darab Forma 1-es autó árából egy népligeti kézilabda is fel lehet húzni. Szóval nem a pénzzel dobálóznak a csapatok, de remélem nem is számított senki másra, hiszen a motorsportok egyik csúcskategóriájáról van szó. Remélem tetszett a mai videóm is, nyomjatok hatalmas lájkot, repüljenek a feliratkozások, csengjenek a harangok, mert jövő héten találkozunk. Addig is, szevasztok! Miért zúg ez az? Kapcsolj már ki, te Jaj! Komponenseiről... Miért nem tudok ma beszélni?